Köszöntöm nézőinket, Önök a Kultúrszoba című műsorunkat látják. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Idén 40 csapat versenyzett, megtartották a 11. Kolbásztöltő és Forradbor Fesztivált Tengelicen. Rengeteg programot kínál a Vármegye Székhely adventi programsorozat. Első Dunamenti Sült Kolbász Fesztivál kiváló hangulat és hatalmas érdeklődés. Élménypedagógián innen, komfortzónán túl, tapasztalati tanulás az oktatásban. Festmények az iskola folyósóján, megnyílt Tamaskó Komjáti Anett kiállítása. Az ország minden pontjáról érkeztek az érdeklődők Tengelicre a 11. Kolbásztöltő és Forradbor Fesztiválra. A rendezvényen a 40 versenyző csapat közül több mint a fele helyiekből állt. A napközben folyó kolbásztöltő versenyt követően a napot zenés fellépésekkel és táncházzal zárták. Idén 14. alkalommal került sor a Kolbásztöltő és Forradbolt Fesztiválra. A rendezvényen 40 csapat indult az első helyért, és közel 700 főnek terítettek a sportcsarnokban. A településen volt egy nagyobb 5 éves kihagyás a fesztivállal kapcsolatban, de idén annál erősebben tért vissza. Ez a rendezvény 2006-ban volt az első, tehát nem mostani. Hogyha azt veszem, hogy akkor született a gyerek, akkor már majdnem felnőtt korú, tehát 17 évvel ezelőtt történt ez az első ilyen beavatkozás, akkor 9 csapat volt, amikor elindultunk, és úgy gondolom, hogy a gasztronómiáról szólt már akkor is, de akkor még nem volt ilyen kifort állapotban. Ez a 11. alkalom, 18-ban volt a legutoljára, ez azt jelenti, hogy 5 évvel ezelőtt rendezték meg utoljára ezt a rendezvényt, amely idő között nagyon sok 5 év tellett el. Ugye itt nem kell kitérni arra, hogy ez a rendezvény 2 évente kerül megrendezésre, és 20-ban lett volna ez a rendezvény, de akkor tudjuk, nagyon jól a pandémia mindent, de mindent keresztül húzott, és aztán eljött a 2022, amikor tavaly viszont a sportcsarnokot, művelődési házakat, intézményeket kellett bezárni a gazdasági válság miatt. És idén úgy döntött a képviselőtestület, és úgy döntött a szervezőbizottság, hogy vagy ezt megcsináljuk, vagy el kell engednünk ezt a rendezvényt, hiszen olyan sok idő kimaradt, hogy már nem tudjuk, hogy ennek a rendezvénynek van egyáltalán létjogosultsága. A sátorban több zenekar biztosította jó hangulatot a nap folyamán, a sportcsarnokban pedig a legkisebbektől az idősebb korosztályig mindenki talált magának elfoglaltságot. A versenyen fontos kritérium volt, hogy a húst kizárólag kézi erővel lehetett darálni, hiszen igyekeztek ezzel is a házi kolbásztöltés hagyományait megőrizni. A kérdés, hogy kik vannak itt, jó barátok. Azok az emberek, akik 2006 óta ide járnak általában. Ez a rendezvény úgy került meghirdetésre az idei évben, hogy felhívtuk azokat a csapatokat, akik 2018-ban részt vettek, hogy hajlandóak eljönni esetleg még hozzánk, hiszen egy tanulsága van a pandémiának és ennek az elmúlt nagyon-nagyon rossz éveknek, hogy hiába szervez az ember bármit, nagyon sok esetben szó nélkül lemondják, nem annyira fontos, tehát az egész gondolkodásunkat átírta ez a pandémia helyzet. Azt kell mondanom, hogy mikor elkezdtünk erről beszélgetni az idei évben, akkor meghirdetés nélkül került a 39 csapat vagy 40 csapat a sátorban, teljes teltházunk van, tehát ide igazándiból meg se tudtuk hirdetni a rendezvényt, borzasztó nagy öröm volt számomra is, hiszen az első, amikor 2005 óta vagyok polgármester, az első rendezvény, amit csináltunk, saját gyerekemként tekintek erre. Ebben a mai napban körülbelül több mint 1000 ember érzi majd jól magát, 40 csapat tölt verseny, a Forradbor és a Kolbász töltésért is, úgy gondolom pazar jó hangulat van. Ezek az emberek nagy része van olyan, aki 5 évvel ezelőtt látta utoljára egymást, az ország számtalan területéről jöttek, de a legfontosabb az, hogy tengelici csapat több mint 20 van, és a baráti társaságok jönnek hozzájuk. Itt kint a sátorban mögöttem a töltés zajlik, ezt követően délután 4 órakor az eredményhirdetés van, és akkor már ők, a csapatok és a barátaik beköltöznek a csarnokba, és ott folytatódik a mulatság egészen hajnalig. A 40 csapatból álló versenyzőgárda idén is színes volt. Nem csak Tengelicről, hanem több más megyéből és településről is érkeztek a megmérettetésre. Mi nem csapat vagyunk, hanem Tengelicet képviseljük, az önkormányzatot, és minden disznótoros finomsággal készül, disznóvágásos finomsággal készültünk, hagymás vért sütünk frissen, vesevelőt készítünk, kolbászos káposztalevest, és kocsonyánk van. Hát 10 óra óta körülbelül, meg otthoni rákészüléssel, kemény rákészüléssel. A település vezetésre fontosnak tartja, hogy ilyen rendezvényekkel is egy szorosabb közösséget alakítson ki, és emellett Tengelisz jó hírét is növelje. Minden rendezvényen eddig ahányszor szervezett a polgármester úr, innét mindig részt vettünk. Jelenleg, hát nehéz összeszámolni, hogy hányan vagyunk,
alapban 12-en indultunk, de kibővült a csapatunk. De örülünk neki, hogy egyre többször részt vettünk ezen a rendezvényen. Reggel érkeztünk, 10 órakor érkeztünk, májat készítettek a hölgyek, véres hurkát fogunk készíteni, és kolbászt sütünk természetesen. És természetesen süteményekkel, a hölgyek mákos, hagyományos mákos bájgival, diós bájgival, ami sajnos már részben elfogyott, meg egy kis sorssal, hogy tudjanak a férfiak inni is hozzá a töltésnél legalább. Van egy csapatunk, úgy hívják, hogy Szexárd, STK. És egy ilyen 8-10 fős csapattal érkeztünk, kipróbáljuk a kolbásztöltést. Négyen érkeztünk, de majd még jönnek négyen, és jöttünk rögtön az elején, 9:30-ra ide értünk. Elég sokáig tartott bepakolni a sparhertet. Mi gyönkra jöttünk, és harc, gyönk és harcról. Mi csak sült kolbász, süteményt hoztunk magunkkal, először vagyunk itt, úgyhogy még most csak itt tájékozódunk, hogy legközelebb egy kicsit tapasztaltabb jöjjünk. Láttuk, hogy vannak, akik már a reggelit is itt készítették, úgyhogy legközelebb szerintem mi is majd kicsit több étellel fogunk készülni. A fesztiválra mindenkit sok szeretettel vártak, idén is garantált volt a jó hangulat és a finom fogások. Nem titok, hogy elmentünk Békés Csabára tanulni, hogy mégis hogyan történik, hogyan csinálják ezt nagyban, és ott nagyon sok-sok jó instrukciót kaptunk, sok mindent elhoztunk magunkkal, és úgy gondoltuk, ezt kicsiben meg fogjuk tudni csinálni. Amit kialkuttunk az évek során, és amiért visszajárnak az emberek, hogy tartunk egy minőséget, mindig egy minőséget, odafigyelünk a vendégeinkre az első percről az utolsóig. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó hangulatban zajlik, nagyon-nagyon szeretik ezt a rendezvényt az emberek. Mi sem tesz nagyobb tanúbizonyságot, 5 év múlva ugyanúgy teltházzal csináljuk meg. De hogy miért tartunk egy ilyen rendezvényt, amely nem olcsó valóban egy ilyen kis településnek megoldani egy ilyen nagy rendezvényt. Rengeteg a támogatónk, külső cégek támogatnak, a település lakósai támogatnak bennünket, és nem beszélve a civilekről, az a rengeteg segítőkész, aki erre a napra mindent összehordott, összerakott, stb. Azért 1000 embert vendégül látni egy 2000 fős településnek azért az nem kis teljesítmény. Ez összekovácsol mindegyünket. Ha valamikor volt rá nagy szükség, akkor ez szerintem most van. Hogy talán ebben az évben vissza tudjuk nyerni azt a régi mi voltunkat, amit annak idején abbahagytunk 2018-ban. 14. tengelici kolbásztöltő és forradban fesztivált egy hajnalig tartó bállal zárták. December 1-én pénteken vette kezdetét a Szexárdi Advent 2023, majd az első gyertya meggyújtásával folytatódik a többhetes programsorozat a Vármegye székhelyen. A részleteket a Babits Mihály Kulturális Központban tartott sajtótájékoztatón ismertették. Hivatalosan is megkezdődött az advent, a várakozás, a karácsonyra készülés időszaka, és mint évtizedek óta szokás ilyenkor, most is gazdag programmal készülnek erre Szexárdon. Erről tartottak sajtótájékoztatót a Babits Mihály Kulturális Központban. Gyurkovics János alpolgármester azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy sokak kérésére az adventi rendezvények visszakerültek a Garai térre. Mindent elkövetünk annak érdekében a lehetőségeinkhez mérten, hogy a szexárdi lakosok jól érezzék magukat itt az év utolsó hónapjába, a karácsonyra való felkészülés és az advent időszakában való lelki felkészülés is zökkenőmentesen történjen meg. Idevágó nagyon sok program van, részt vettünk a sajtótájékoztatón, itt elhangzott a Babits Mihály vezetése részéről a programsorozat és a metálhigiénás műhely is elmondta, hogy mik várhatók majd itt az elkövetkezendő időszakban. A Garai téren lesznek a programok, én egy dolgot vetettem itt fel, amiben nagyon-nagyon egyetértettünk. Ennyi munka, amiben bele van fektetve, és ennyien készültek erre a dologra, az időjárás kegyeibe fogadhatna bennünket. Annak ellenére, hogy most én kapcsolom még egy dologhoz, egy kellemes adventi időszak lenne, és a zöldváros programmal kapcsolatban a növények ültetése is be tudna fejeződni, úgyhogy nagyon nagy szükségünk lenne jó időre. A másik része, amit itt még meg szeretnék említeni, de gondolom, hogy az előttem szólók elmondták, a város karácsonyfája a Béla térre került, egy nagyon szép fát ajánlottak fel, és hát itt így összességében Garai tér, Béla tér,
és természetesen a benti programok itt a Babits Mihály Művelődési Házba és a Művészetek Házába, így ez az együttes, mindenki megtalálja majd itt a szórakozási lehetőségét, és természetesen a megfelelő felkészülést el tudja végezni. A több héten át tartó gazdag eseményt sor szervező Babits Kulturális Központ igazgatója, Berlinger Attila több helyszínen sorra kerülő több mint 500 programot ismertette. Újra benépesül a Garai tér kiváló programokkal, és egy csodálatos összefogás eredményeként ebben az évben 3 héten át több mint 500 program várja az adventi időszakra kíváncsi városlakókat. A mentálhigiénés műhelyel, mint régi kiváló partnerünkkel, a Német Színházzal és sok-sok más helyi civil egyesület, iskola, közösségi csoport összefogásával próbálunk egy igen változatos, minden korosztály igényét kielégítő programsorozatot összeállítani. A vásárosok, az árusok is nagy örömmel vették tudomásul, hogy újra a régi kedvelt helyükön a Garai téren lehetnek. Ez egy régi vágyuk volt, mi örömmel csatlakoztunk ehhez. A Garai téri programok mellett természetesen a kulturális központunk nagyon gazdag programmal készül itt bent a házban is, illetve a Művészetek Házában is. Helyi zenekarok, kórusok, karácsonyi koncertjei, színházi előadások, kiállítások és az advent hangulatához, karácsonyi hangulathoz kapcsolódó programok, műsorok várják az érdeklődőket. Szokás szerint előre is elnézést kérünk a sok-sok érdeklődőtől, hiszen több programunk már most teltházas. Ezért kérjük, hogy figyeljék napi rendszerességgel a szexárdagora.hu weboldalunkat, a Facebook bejegyzéseinket. Ez egyrészt egy nagy öröm számunkra, másrészt viszont hát egy kicsit szomorú is, hogy nem mindenki tekinthet meg majd minden műsort. Nagyon fontos ebben az időben, ebben az időszakban ugye a jó cselekedetek, az adományozások megvalósulása is. Nagy örömünkre ebben az évben is lesz cipős doboz akció. Itt a házban működik most már 2 éve a Humán Szolgáltató Központ, akik nagyon lelkesen és kiváló munkával gyűjtik az adományokat. Minden évben több száz doboz átadására kerülhet sor. December 20-án ez is megvalósulhat itt a központunkban. Én azt gondolom, hogy az év utolsó időszakában egy nagyon rövid ideig érdemes visszatekinteni erre az évre is. Egy nagyon eredményes és kiváló programokkal színesített évet tudhatunk magunk mögött lassacskán, de ez a hónap még azt gondolom nagyon fontos lesz mindannyiunk életében. Várjuk mi is kollégáimmal együtt a karácsonyt, és értelemszerűen a Babitsban sosem áll meg az élet, tehát szilveszteri batyusbállal, illetve január 1-én egy kiváló hangulatú újévi koncerttel is a 100 tagú cigányzenekar legkiválóbb szólistáival várjuk majd a városlakókat. Mindenkinek meghitt boldog karácsonyi ünnepeket, adventi időszakot kívánunk, és szeretettel várjuk a programokon a városlakókat és valamennyi vendégünket. Berlinger Attila azt is elmondta, a szilveszteri bál idén is teltházas lesz, sőt, majd 200-an vannak várólistán. Az új évet köszönti január 1-én délután 4-kor a 100 tagú cigányzenekar szólistáinak hangversenye, januárban pedig majd érkezik a padlás, és a hónap végén újévi operett gála lesz. Első alkalommal rendezték meg a Dunamenti Sült Kolbász Fesztivált Szekszárdon, melyet hatalmas érdeklődés és kiváló hangulat jellemzett. Közel 800 ember vett részt, és mindenki önfeledten mulatott. A jó hangulatról zenekarok és hagyományőrző egyesületek is gondoskodtak. Első alkalommal került megrendezésre az első Dunamenti Sült Kolbász Fesztivál, ahol közel 800 résztvevő jött el a vármegye székely piac terére, hogy együtt töltessen kötetlenül egy kis időt, miközben mindenki ízletes kolbászokat készített. Berta Zoltán főszervező, a Dunamenti Polgári Egyesület elnöke elmondta, az esemény gondolata már régóta dédelgetett vágy volt. 3 éve tervezzük, hogy Szekszárdon is szeretnénk egy nagyszabású közösségépítő rendezvényt, ami a hagyományainkra, a gasztronómiára, a kultúrára épül. Gondolkodtunk főzésbe, pörkölt főzésbe, aztán azt valahogy úgy alakult, hogy talán itt ez a november vége még egy holt szezon, az időjárás az ennek való, legyen ez egy nem is kolbásztöltő, hiszen a kolbászt csak megtöltjük, de mi szeretjük megenni, legyen ez egy sült kolbász fesztivál. Aztán a gondolatokat tett követte, összesen 40 csapat nevezett, több mint 650 embert vártunk és várunk a mai rendezvényre, és úgy látom a létszámból, hogy lehet, hogy mi ennél többen is vagyunk.
Minden részvevő csapat ingyenesen kapott 10 kg sertésdarált húst, 2 kg fehér kenyeret és egy nagy tubus mustárt, valamint egy-egy dedikált helyet, ahol elkészíthette és elfogyaszthatta a kolbászokat. Első alkalommal hagyományteremtő rendezvényként alakult a Dunamenti Sült Kolbász Fesztivál. Az első rendezvényre már közel 40 csapat jelentkezett, pontosabban 39, és mindenféle számítások alapján közel 600 kg darált húsból készül a mai sült kolbász adag. A rendezvényen több mint 700-an vannak, 16 településről érkeztek a csapatok, illetve sok civil szervezet, intézmény nevezett erre az alkalomra. Én azt gondolom, hogy első nem is olyan rossz, és a következő években én azt gondolom, hogy egyre többen fogunk majd lenni. Itt Szekszárdon a piasztéren egy nagyon jó helyszínt sikerült választanunk, de ami nagyon fontos, hogy az időjárás az a kolbásztöltésnek megfelelő, kicsit csípős, de mégis napsütéses, nincsen húzat, úgyhogy azt gondolom minden adott arra, hogy egy nagyon kellemes és tartalmas napjának legyünk a részesei. Arra is választ kaptunk, hogy mi a jó töltelék titka. Természetesen a családi receptünk a legjobb, amit édesapámtól tudtam átvenni, de erről nem beszélhetek, mert ez egy titkos recept. A vármegye székhely intézményei és a környékbeli települések civil szervezeteinek csapatai mind képviseltették magukat. A tölteléknek a titka a jó barátság, a baráti szellem, és azon kívül a nagyon jól összekészített alapanyag a hús, és hozzá a fűszerek, a paprika, a só, a bors, a fokhagyma, a örölt kömény, megkeverjük, és bélbe töltjük. Megsütjük és szeretettel elfogyasszuk. A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója, mint mondja, a titok. Hát először is a jó csapat. A recept itt gondolom mindenki számára a sajátja a legjobb. Ezzel mi is így vagyunk, de én azt gondolom, hogy a csapat még ennél is fontosabb. A Babits Kulturális Központ egy olyan kiváló barátokból, kollégákból, városi jeles személyiségekből álló csapatot toborzott össze, ami azt hiszem, hogy verhetetlen. De mindannyian tudjuk, hogy ez nem egy verseny, ez egy nagyszerű közösségépítő és egy jó hangulatot árasztó esemény. Itt van a város színe java, úgy gondolom, cégek, egyesületek, mindenki, aki Szekszárdért él és Szekszárdot szereti. A hideg idő ellenére kiváló hangulatban remek kolbászokat töltöttek és sütöttek. Igen, a kóstolások megvoltak már. Hát a receptünk az olyan titkos, hogy ezt nem árulhatjuk el. Igazából itt a kolbász töltelék úgy állt össze, hogy mindenki hozzátette, amilyen van. Úgyhogy így készültünk el. Több száj is megkóstolta, úgyhogy bízunk benne, hogy nyerő lesz a kolbászunk. A jó hangulathoz hozzájárult a színpadon fellépő decsi hagyományőrző férfi kórus, a bátaszéki székely unokák tánccsoportja és a bogyiszlói zenekar felemelő közreműködése. Bányai Sándor nemzetközi hírű élmény és kalandpedagógiai tréner Szekszárdon tartott teltházas előadást az élménypedagógia kortárs módszereiről a Matthias Corvinus kollégium meghívására, amelyben felhívta a résztvevők figyelmét a komfortzónán túlra mutató újfajta módszerekre. A komfortzónán túl címmel tartottak előadást a Matthias Corvinus kollégiumba. Bányai Sándor rendhagyó foglalkozása nem csupán előadás, bemutató, hanem az élménypedagógiai módszerének saját élményű kipróbálása is. Az élményszerű tanulást, amikor tananyaghoz, tantárgyhoz, tanórához kötődik az élmény, ami nagyon fontos, illetve az élménypedagógiát, ami pedig tulajdonképpen a mi szóhasználatunkban az élményszerű, élményen keresztül, tapasztalaton keresztül ható nevelést jelenti. Az egyik tananyag, tanórai felhasználás, a másik tanórán kívüli a gyerekek mindennapi életében való fejlesztést jelent, szociális képességek, szociális kompetenciák fejlesztését jelenti ez a fajta élménypedagógia, amit a Kalandok és Álmok szakmai műhely képvisel. A workshop hétköznapi, olcsón beszerezhető fantáziadús és szellemes eszközökkel mutatja be a felhasználás lehetőségeit, a jégtörőjátékoktól a névtanulásig, a páros kommunikációs szituációktól a bizalomjátékokig,
játékig és a kreatív probléma megoldásig. Ebben a játékos formátumban a kalapnak is fontos szerep jut. A kalap egy szerepet jelöl, egy olyan szerepet, amit facilitátornak nevezünk az élménypedagógiában. Én itt kettő szerepben vagyok jelen, kalap nélkül, mint egy felkért előadó, akinek az a dolga, hogy az élménypedagógiát bemutassa, hogy az élménypedagógiáról beszéljen, hogy az ezzel kapcsolatos kérdésekre választ adjon. Kalapban pedig, mint egy facilitátor, egy élménypedagógiai foglalkozás vezetője vagyok jelen, akinek az a dolga, hogy a résztvevők megéljék és megtapasztalják, hogy mi ez az élménypedagógia, a saját bőrükön érezzék meg, hogy mivel jár egy ilyen fajta foglalkozás. Ez a személyes élmény nyújthat motivációt a módszer gyerekek közötti kipróbálásához is, hiszen az életben szükséges komplex cselekvőképesség csak az életszerű helyzetekben történő tényleges cselekvés során fejlődhet. Bányai Sándor, mint mondja, ma már ennek a fajta tanítási módszernek a hagyományos állami keretek között is jut szerep. Természetesen összefér a rendszerrel, sőt, azt hiszem, hogy nagyon jól kiegészítik egymást ezek a rendszerek. A kettő nem képzelhető el egymás nélkül igazán hatékonyan. Összefér, és legnagyobb örömre egyre több pedagógus használja és hasznosítja is ezt a módszert. Az élménypedagógia számos eszközt használ a meséktől kezdve a szituációs játékokon át egészen a szerepjátékokig. Ez sokszor egy úgynevezett keretmesébe ültetik, melyben a feladatot a pedagógus ismerteti a szabályokkal és a célokkal együtt. Onnantól kezdve viszont a résztvevők akár egyénileg, akár párban, akár csoportosan, közösen találják ki, milyen módon kívánják a feladatot a célnak megfelelően végrehajtani. A szakértő hozzátette, rengeteg mindent fejleszt a diákokban ez a módszer. Többek között a kommunikációt, a kooperációt, a probléma megoldó képességet, a konfliktuskezelést, a kreativitást, szóval mindent, amire szerinte a 21. században szükség van. Újra kiállítást rendeztek a Tolnavár megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola VIP galériájában. Korábban 2000 és 2016 között voltak már itt kiállítások. Újra kiállítást rendeztek a Tolnavár megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola VIP galériájában. A 2000-es évek elejétől 2016-ig kisebb nagyobb megszakítása került megrendezésre a VIP galéria a Szekszárdi Vendéglátóipari Iskolában. Idei tanévtől újra a szervezés alá került a VIP galériánk. Az első kiállítónk Biszák László festőművész volt, a második kiállításon vagyunk most jelenleg. Itt volt kolléganőnk Tamasko Komjáti Anett kiállítását láthatjuk. Maga a kiállításnak az újra szervezése, az ötlete a Snitta Sámuel országos gasztronómiai verseny kapcsán került újra előtérbe egy baráti és egy fél munkatársi megbeszélés kapcsán. Ennek apropója az volt, hogy a művészeket kértem meg, hogy támogassák a rendezvényünket, az akkori versenyt, és egy ilyen megbeszélés kapcsán pedig újra följött ötletként, hogy a VIP galériát megint fel tudjuk akkor éleszteni. A diákok számára is sokat jelent a művészeti alkotások megjelenése az iskola falain belül, tette hozzá Hercig Anna. Én az előző kiállításnak is nagyon örültem, ugyanis szerintem ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy minden szünetben bármikor le lehet jönni és nézelődni, inspirálódni. Számomra például a művészet nem áll tőlem távol, úgyhogy engem igazán lekötöttek a rajzok, és bármikor, amikor lejöttem, akkor körbenéztem, és volt is olyan ötlet, amit innen gyűjtöttem, és próbáltam úgymond beleépíteni gyakorlásként a rajzaimba, amit készítek alkalmanként. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy itt
lehetőség van az iskolában a kiállításokra. Az iskolában megjelenő képzőalkotásokkal olyan diákok figyelmét is sikerült megragadni, akik számára korábban ez ismeretlen terep volt. A tanulóknak az egyes szünetekben lehetőségük nyílik a kiállított műveket megtekinteni, és ezáltal beszélgethetnek róluk, ez pedig pozitív hatással van a diákokra, tette hozzá Dömötör Csaba, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja. Én azt gondolom, hogy valamilyen módon, ha az oktatás és a szakképzésben dolgozó kollégák hatni tudnak a gyerekekre, akkor az egy nagyon jó dolog, az egy nagyon fontos dolog. És a hatásnak a miensége viszont, vagy a módja, az óriási különbséget hoz magával, mert amikor az iskola a klasszikus funkciót tölti be, és a gyerekek bejönnek, és úgymond jöttünk iskolába tanulni, akkor egy más szerepkörben vannak jelen az iskolában, és az iskolának is egész más a szerepe ebben a pillanatban. De amikor ebben a millióban, ahol bejövünk tanulni, megjelennek alkotások, és megjelennek képek, arcok, és ezek valamiféle érzéseket tükröznek, és ezt tudatosan el is mondjuk a gyerekeknek, hogy egy picit nézzék meg, és egy kicsit érdemes megállni és ránézni is. És nem kell elmondani, hogy mit indít be el benne, de valamit nyilván elindít mindegyikünkben egy-egy ilyen kép, akkor azzal már nagyot léptünk előre, mert azzal már felkeltettünk egy érzést, felébresztettünk egy érzést, és elindítottunk egy gondolatot vélhetően a kis fejekben. Hát nekem ezért nagyon fontos, hogy itt vannak az iskolában ezek a képek most. Dömötör Csaba nyitó beszédében kihangsúlyozta, nagyon fontos kapcsolódási pont az iskola és a művészek közös kiállítása. Tamaskó Komjáti Anett még csak pár éve fest, mégis komoly alkotások kiállításának lehettünk tanúi. Témája legfőképp az emberi arcok különlegesen megkomponált stílusban és színekben. Teljes kikapcsolódást, egyfajta terápiát jelent számára a festészet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!